Eljön az igazság pillanata az európai futszál UEFA kupában. Üdvözlöm az Eurosport 2 kedves nézőit, én Varga Ákos vagyok. A finálé házigazdája, a Benfica együttese, a vendége, ha úgy tetszik, az pedig a címvédő interjú bumeráng csapata. Spanyol-portugál párharc tehát, pontosan úgy, ahogy januárban az Európa-bajnoki döntőben, Debrecenben, ezúttal Lisszabonban, a Pavilhão Atlanticóban is. Hihetetlen hangulatot varázsoltak már pénteken az elődöntőben is a portugál Benfica szurkolói a Luparense elleni 8-4-es győzelem során, és most arra várnak, hogy a csapat történetében először megnyerje a futszál bajnokok ligájáját a Benfica együttese. Ehhez nem kell más tenni, csak a legsikeresebb csapatot, a címvédőt, a legerősebb együttest legyőzni. A spanyol interjú bumeráng csapata nyerte meg ugyanis tavaly Jekatyerinburgban az akkori címvédő és házigazda Jekatyerinburg ellen 5-1-re nyerve a trófeát, története során immáról harmadszor, és most 5. döntőjére készül a zöld masina, így becézik ugyanis a madridi sztárcsapatot. Hát, hogyha esélyeket latolgatunk, akkor a tapasztalat feltétlenül a madridiak mellett szól, Európa és világbajnok, szuperklasszis játékosok az egyik oldalon a spanyoloknál, akik már számos ilyen tornán, 4 ilyen döntőben vállaltak szerepet. Igaz, egyet elvesztettek, ráadásul pont Spanyolországban, Murcia városában 2007-ben 2-1-re kikaptak a Dinamo Moszkvától, és ez lehet a példa a Benfica előtt, vagyis hogy az interjú sem verhetetlen fináléban. A csapatok összeállításai nem sokat változtak az elődöntőhöz képest, egészen konkrétan semennyit sem, úgyhogy minden oldalon a legjobbakra lehet számítani. Betao, Schumacher, Gabriel és Torres a kezdősor az interjú együttesénél. Luis Amado, a világ egyik legjobb kapusa, védi az interjú bumerang hálóját. Itt pedig Jesus Candelas Rodrigo, a csapat vezetőedzője. A másik oldalon sem kisebb egyéniség ül a kispadon, André Lima, korábban a világ egyik legjobb játékosa volt, és ő, valamint a mostani Benfica veteránjai már játszottak döntőt az interjú bumerang ellen. Még a 2003-4-es szezonban, akkor oda-visszavágós rendszerű volt a finálé, és bár a hazai meccset megnyerte 4-3-ra a Benfica, de idegenbeli 4-1-es veresége miatt elvesztette a finálét. 7-5-tel akkor összesítésben az interjú bumerang lett története során először európai futszál UEFA kupa győztes. Most azonban csak egy meccs lesz, ráadásul az Lisszabonban, hazai közönség előtt, és ez, valamint a lendület, a hihetetlen sebesség a Benfica mellett szólhat. Óriási üzengetés ment mind a két oldalon, André Lima is kivette belőle a részét, de talán Pedro Costa hazai a kapitányának nyilatkozata a legérdekesebb. Azt mondta, hogy döntő pillanathoz érkezett a karrierünk, bebizonyíthatjuk a világ legjobb csapatával szemben, hogy mi is legalább annyit érünk. Sokkal tapasztaltabbak vagyunk, mint 6 évvel ezelőtt, sokkal éhesebbek a sikerre. És nem nagyon érdekel, hogy ki az ellenfél. Nem félünk senkitől, így Ricardinho, az egyik legnagyobb portugál sztár, őt láttuk az imént, a hazai közönség nagy kedvencét. Csodálatos játékkal, gálázva időnként, nagyon szép dolgokat művelve, 8-4-re nyert a Benfica a maga elődöntőjében, az interjú 5-2-re verte meg a végül bronzérmet szerző azerbajdzsáni Aras csapatát. Az Aras lett ugyanis a bronzérmes, miután büntetőkkel 2-2-es rendes játékidő után legyőzte az olasz bajnok Luparensét. Nem tudom, lesz-e még ilyen lehetőségünk, mondta André Lima. Ez most egy olyan pillanat, amikor jól kell játszani és nyerni kell. A Benfica csapata az egy nagyon szépen folyó labdával játsza a futszált. Sok olyan játékos játszik benne, amely pillanatok alatt mérkőzéseket dönthet el. Azonban ez a találkozó egy rendkívül kiegyenlített meccs lesz majd. Nagyon ki kell segítenünk majd egymást a pályán, és ki kell zökkenteni az ellenfelet. Hasonlókat nyilatkozott a vendégek mestere, Candelas is, valamint a csapat brazil sztárja Betao, aki azt mondta, hogy a Benfica lesz a nyomás, ugyanakkor a Benfica szereti járatni a labdát, és gyors ellencsapásokra képes, úgyhogy nagyon vigyáznunk kell, hogy minél többet tartsuk az ellenfél térfelén a labdát, és ne hibázzunk, ne hagyjunk lehetőséget, hogy a portugálok lecsapjanak.
A 2010-es UEFA Futsal Kupa, azaz a Futsal Bajnokok Ligájának döntője tehát, az Interview Bumeranga címvédő, a Benfica otthonában, Lisszabonban lép pályára. Piros-fehérben természetesen a Benfica együttese, zöldben a spanyolok, akik negyedik trófeájukért harcolhatnak. Torrász kapja a labdát, és megvan az első kemény ütközés is. Kicsit változott az összeállítás az előzetesen leadotthoz képest a portugáloknál. Pedro Costa, Arnaldo, Ricardinho és Joel helyett ugyanis. Davi is valahogy befurakodott a kezdősorba. Úgyhogy, ha jól látom, akkor Arnaldo helyét vette át a brazil légiós. Luis Amado íveli előre a labdát, és jöhet a Benfica. Luis Amado maga is gólt szerzett az előző mérkőzésen, amikor már vészkapussal játszott az azerbajdzsáni Araz együttese, akkor a saját hatosáról ívelt az ellenfél kapujába. Luis Amado azzal volt 4-2 az Interview Bumerang javára, végül Daniel állította be a végeredményt. Torrász, Gabriel és Betao is gólt szerzett azon a mérkőzésen. Senki nem lőtt egynél többet az Interview Bumerang csapatából. Ez nem így volt a Benficánál, ahol hárman is dupláztak. Arnaldo, Ricardinho és Joel is két gólos volt. Joel egészen fantasztikusan játszott, a két gólja mellett három gólpaszt is kiosztott. Schumachert állítja meg most Joel Queiroz, akinek még a sorozat gólkirály címére is komoly esélye van. Pillanatnyilag Holt versenyben vezeti a listát a Luparense játékosával, Van Pétával. Mindkettőknek 11 góljuk van. De Van Péta ma nem lőtt gólt, sőt kihagyta a mindent eldöntő büntetőt, úgyhogy gyakorlatilag rajta ment el a Luparense bronzérme, míg Joel ma még villanhat. A földre kerül Joel Queiroz, és szabálytalanságot reklamálnak a portugálok, az állához kap a portugál gólvágó. Ujjjjjj, esés közben fordult bele valamelyik interjú játékos lábába, az arcával Joel. Így sérült meg, nagyon balszerencsés sérülés. Ötszörös portugál bajnok, négyszeres kupagyőztes a Benfica együttese, pedig a klub futszál szakosztálya nincs még 10 éves sem. Ám a sasok rögtön a csúcsra értek hazai környezetben. És például tavaly mind a két címet megnyerték. Az elitkörben a tavalyi döntős Jekaterinburg csapatával egy 2-2-es döntetlent értek el. Ez volt a legnehezebb meccsük a Final Fourig vezető, sőt a döntőig vezető úton a portugáloknak. Rögtön a második percben ápolni kell, ez azért nem szerencsés kezdés André Lima csapatának, de hogyha Joel összekapja magát, és ez a sérülés csak felpaprikázza, akkor abból jól is kijöhetnek a benficisták. Schumacher rágózik, itt pedig a hazai közönség attraktívabb része. Soha nem nyert még más társaság UEFA Futsal kupát, csak spanyol, belga és orosz csapat. 2005-ben lett az Action Charleroi a győztes, az egyetlen úgymond kakuktojás, hiszen két orosz és 5 spanyol diadal még a sorban. André Lima könnyöklést mutat, ő maga játékosként ott volt a 2004-es döntőben, Pedro Costával vagy többiekkel egyetemben a mai Benficából. Most már edzőként szeretne egyel tovább lépni. Bébé az indítással. Arnaldo vette volna át a labdát, ő is szerepelt a döntőben 6 éve, de még nagyon fiatal játékosként. Torrásznak hosszú, egyelőre elég sok hibával játszanak a csapatok, és furcsa módon a spanyolok is idegesnek tűnnek, pedig hát ha valaki, akkor ők hozzá lehetnek szokva a döntő hangulatához. Ricardinho teszi vissza a labdát. Arnaldo, jó a keresztpassz. Davi. Ügyes cselek. César Paulo hozza vissza. Ricardinho. Csoda dolgokat művelt a Luparense ellen. Ricardinho felső kapufát lőtt 3/4 pályáról fordulásból, úgyhogy nem is látta az ellenfél kapuját, amikor üres kapus játék volt. Lőtt egy olyan felső kapufát, amit talán, hát nem is tudom, brazil szuperklasszisok sem tudnának technikailag végrehajtani. Egy átemelős, alápörgetős löblabdával, és lőtt két gólt is, nem mellesleg. Betáót sikerült eltuszkolni onnan, a világ talán legkiválóbb centerét. Ő fizikai képességeivel még
fog gondot okozni a Benfica védőinek. Schumacher forgolódik, Luis Amado most már a labdával. Gyakorlatilag kapura lövés nélkül telt el az első két perc, ami futcában elég furcsa. BB. Ricardinho. César Paulo hátra. Arnaldo. Helyet nem fognak nagyon hagyni egymásnak a csapatok, úgyhogy nagy kérdés lesz majd a szerzett labdákkal mihez kezd egyik vagy másik együttes, illetve hogy tudja kihasználni az ellenfél térfelén a labda birtoklását és az akció építgetését. Betao szerelt, oldalról rúghat a Benfica. Gyönyörűen hátra, ott a lövés! Talán az első próbálkozás a döntőn, jócskán mellé szállt. Betao hatalmasat esik, Ricardinho volt az, aki odalépett. A horvát Szunyics és a cseh Enich vezetik a döntőt, a harmadik játékvezető pedig az ukrán Ivanov, Kovács Gábor ezúttal kimaradt a fináléból. Arnaldo. Ricardinho. Óvatos kezdés mind a két oldalon, a védekezés, a biztonság mindenek előtt, ez a jelszó. Betao szerez labdát. Már négyen vele szemben, levágódik a lövés. Gabriel próbálta meg. Interjú csapata csak egy csoportkört, az elitkört kellett, hogy túléljen. Mind a három meccsét megnyerte a társaság, ráadásul nagyon szoros mérkőzés, nem is játszottak. Nem is volt igazán nagy nevű sztárcsapat az ellenfelek között, úgyhogy nem nagyon volt kérdés, hogy bejutnak a Final Four-ba. És aztán az elődöntőt is megérdemelten nyerték meg elég simán 5-2-re. Az azeri válogatott a szinte egyenértékű Alázzal szemben. Davi. Arnaldo. César Paulo nem tud befordulni, jó volt a szerelés. Gabriel mutatta be. Betao. Megvan a Benfica szerzett labdája. Általában le tudnak csapni villámsebesen a portugálok az ilyen hibákra. A Luparenz ellen ezt többször megmutatták. Most azonban az interjú próbálkozik. Jó elzárás, és kapufáról vágódik mellé a labda. Betao. Egy klasszikus kosárlabdás, vagy kézilabdás elzárást alkalmaztak itt. Nagyszerű trükk volt. Torres adta a blokkot, Betao pedig nem is a kapufát, a hálótartó vasat trafált a telibe. Pedro Costa jelenik meg a Benficánál. Ricardinho. Rodrigo Candelas mester azt mondta, hogy a Benfica világ egyik leggyorsabb csapata. Félelmetes sebességgel képesek a szerzett labda után végigjátszani a pályát. Ricardinho! Micsoda bűvészet megint! Nincs belőle gól, Luis Amado még bele tudott kapni a labdába, de valami mesés, amit művelt Ricardinho. Őrületes csel, és aztán megint megemeli, iszonyatos pimasz módon. Nagy bravúra kapustól. Lehet, hogy nem rúgta be Ricardinho Pedro Costa közben, de egy ilyen megmozdulás azért megnyugtathatja a Benficát. Látva, hogy az egyik legjobbjuk rendkívül pimasz, vagány játékos megoldásokat választ. Lassan készülődnek a cserék mind a két oldalon. Schumacher a labdával. Borja jönne be a spanyolokhoz. Torres teszi tovább. Gabriel. Kemény összecsapás, és megvan az első szabálytalanság. César Paulo. Azért ne felejtsük el, tavaly Jekatyerinburgban verte meg az interjú a címvédő Jekatyerinburgot. 5-1-re a döntőben. Most ehhez nagyon hasonló Torreszék feladata. Betao. Nincs váltás. És BB. Ricardinho.
Paulo César. Pedro Costát rántják vissza, Ricardinho megint. Gyönyörű váltás, Pedro Costa. Nincs hípszó. A közönség tüntet közben, 3-2-ben hozzák a zöldmezesek. Keresztbe zúg el a labda. Davi elég jól kiszorította Schumachert. Schumachernek nem kevesebb, mint 41 gólja van már a futsalbajnokok ligájában. 35 mérkőzésen. A Benficából Ricardinho 30-al a leggól erősebb. Úgyhogy ez a 30. meccse. Joel visszajött a korai sérülése után, és már is a kapu előtt. Joel kezében, illetve lábán az első igazán nagy helyzet. Luis Amado piszkált. Két védő lábáról csorgott oda, végül Joel majdnem be tudta még sarkazni. Hatalmas mentés a spanyol válogatott kapusától. Eddig a Benfica a veszélyesebb, még akkor is, hogyha Davi jócskán fölé durrad. Schumacher. Az egyik nagy veteránja, a világbajnok brazil Marquinho érkezik majd az interjú Bumerang csapatához. Újabb szenzációs, Ricardinhohoz hasonló stílusú játékos. Mert hogy az ő beállása majd színesebbé és még látványosabbá teszi az interjú játékát is. Joel Cselek, a Ricardinho, eddig végig a pályán. Arnaldo, Pedro Costa, Ricardinho, meg tudta még menteni, ez bravúr volt. Arnaldo ismételten, ezúttal a rózsaszín cipőjét tartogatta erre a döntőre. Queiroz, Joel, Ricardinho, csodálatos hangulat. 12.000 néző fér ebbe a csarnokba. Futsal meccsen a legtöbb 8.500 volt eddig. Azt hiszem, ma ez a csúcs megdőlt. Közel teltház a Pavilhão Atlético-ban. Marquinho szerez labdát. 2-2-ben hozhatja az interjú. Nagy csel, Marquinho, és ott a vezetés. A 8. percben a csereként beálló Marquinho megszerzi a vezetést az interjú Bumerang csapatának. Fenomenális játékos a 35 esztendős brazil. Nagyon elfektette az ellenfelet, Pedro Costát. És aztán spiccel, futszálos módra a kapus lábai között rúgta be. Hiába volt tehát jobb a mérkőzés elején, játékban és helyzetek tekintetében a Benfica. A vezetést az interjú Bumerang szerzi meg. Ez a rutin. Meg is kérdezték André Límát, hogy mi a legnagyobb erőssége az interjúnak. Erre azt felelte, hogy a tapasztalata ebben a versenysorozatban, az ilyen döntőkön, az ilyen hőfokú meccseken óriási előny a spanyol csapatnak. Neto bent a pályán a zöldeknél. Marquinho. Neto, Schumacher, Marquinho megint. Neto az indítással, BB. Pedro Costa. Arnaldo. Minden meccsen feltűnő. Hát, ilyen tornacipőszerű. Csukát vesz fel Arnaldo a színben, amit nagyon nehezen tudunk azonosítani vele. Az elődöntő sárgában játszott, van neki piros, rikító, lila. Most a rózsaszín került elő. Európa bajnokságon is folyton variálta ezeket a cipőket. Budapesti szerbek elleni negyeddöntőn ezt a rózsaszínt viselte, és nem játszott rosszul, gólt is szerzett akkor, mint ahogy Joel is. A Benfica szurkolói nem csüggednek a hátrány miatt. Hajt a csapat az egyenlítésért, jó lövés. Arnaldo. Van kakaó abban a rózsaszín csukában. Luis Amado szedte ki a kapufa mellől. Davi. Egy sarkazás. Joel megint.
Azért az látszik, hogy nem a sok helyzet mérkőzése lesz. És valószínűleg nem is a sok gólé. Bár alakulhat ez még másképp, hogyha esetleg valamelyik csapatnak kockázatot kell vállalni és kinyílni ideje korán. Jön egyessel Ortiz bent a spanyoloknál. Egyik legokosabb, leghiggadtabb és legrutinosabb játékosuk Daniel készül beállni. Marquinho varázsol közben egyet. Aztán ott a tovább lőtt labda. Borja. Nem sok híja volt, hogy 2-0 legyen. Nem tudta besimogatni Borja közelről. Ricardinho. Joel. Arnaldo. Marquinho most pihenőt kap, Daniel a pályán. No, Ricardinho. Davi. Ráhúzza az ellenfélre, legalább oldalról, a Benficáé legyen. Davi. Glögték, de nincs hípszó, Joel. Felmászik az ellenfélre, majd hasra esik Joel. Ellentámadás nem jut messzire. César Paulo készülne vissza a Benficába, nagyszerű szerelés Arnaldóval szemben. Itt van még egyszer a vezető találat, Marquinho mestermunkája. Joel. És Luis Amado. Az első félidő felénél vagyunk. Gyakorlatilag egy helyzetét kihasználta. Az interjú majdnem góldobott Luis Amado. Bebé ezt nagyon elnézte. Ebből viszont Benfica helyzet lehet. Paulo lefordul, Luis Amado. Arnaldo rengeteget birtokolja a Benfica labdát az ellenfél tér felén, pedig erre készült az interjú bumeráng is. De egyelőre inkább a védekező taktikája érvényesül a spanyol csapatnak. Ezért tartják a spanyol együtteseket és a spanyol válogatottat is az Európa legjobbjának és a világ egyik legjobbjának, mert nagyon sokféleképpen képes rendkívül hatékonyan és eredményesen játszani a futszált. Nézzük most a labdatartó interjút. Schumacher, Daniel. A Benfica már az ellenfél tér felén megkezdi a védekezést. És meg is van a szerzett labda. Na, ezeknek a mesterei, a portugálok. Ám innen nem lehet lecsapni, mert annyira szervezett, annyira rendszerezett az interjú játéka. Davi, nagyon jó figura volt. Neto emeli ki. Most már azért sorjáznak a lövések Luis Amado kapujára, de a világbajnok portás állja a sarat. Davi is rúgott egy gólt a Luparenzének. Összességében pedig már 6-nál jár az idei sorozatban. Joel. Nincs helye. Davi. Bebét is be kell lassan vennie. Daniel támadta ki. Illetve támadott ki. Joel. Most az interjú letámadása működik jól. Schumacher. Gabriel. Luis Amado. Betáónak haszna vehetetlen. Hiába szép, hiába élvezetes a Benfica játéka, az igazi erősségük, a gyorsaság nem nagyon érvényesülhet, mert annyira jól zár le minden sávot, minden szakaszt, minden területet az interjú. Joel tovább viszi talpal, aztán nagyot kap, szabadrúgás. Schumacher a szabálytalan. Gyönyörűen csinálta Joel Queiroz. Luis Amado segíti fel. Itt ez egy fantasztikus csel.
És még ahogy előtte megtartotta a labdát, az is nagyon szép volt. Ez itt. Itt még talpon maradna, de itt már nem lehet. Eusebio. És mellette ott Jorge Jesus, a Benfica legendája és vezetőedzője, mármint a futballcsapaté. Eusebio sorsolta ki a Final Four ágait, az elődöntő párosításait. Itt a futsal UEFA futsal kupában, Ricardinho szabadrúgás közben, Joel, ott az egyenlítés! Robban a csarnok a 12. percben. Joel Queiroz a legnagyobb gólvágó találatával, 1-1. Egy szabadrúgás figura, középen ott a hely, nagyon rosszul tolódtak a zöldmezes védők, hatalmas rést hagytak ott, ahová Luis Amado sem tudott beérkezni. Ricardinho gurítja le, és bomba gól. Joel az Európa-bajnokság döntőjében a spanyolok azért elég jól féken tartották. Ricardinho viszont nem volt ott, mert sérülése miatt kihagyta az egész EB-t. Azért vele feltétlenül sokkal erősebb ez a Benfica, mint ahogy valószínűleg a portugál válogatott is sokkal erősebb lett volna. Erre emlékezhetünk, hogy az EB-n a portugálok a döntőben elég simának tűnő vereséget szenvedtek a spanyol csapattól. Paulo César, oda pattan Davihoz, kezezést reklamál mindenki, de nincs büntető. César Paulo lövésébe, mintha belecsapott volna valamelyik vendégjátékos. Nézzük csak meg. Nem, Schumacher vállát találta el. Jó döntést hozott a játékvezetői kettős, ez nem volt szándékos. Joel. Ez sem volt szándékos, saját csapattársáról vágódik le a labda. A Benfica már bukott a futsal BL döntőn kívül egy keg döntőt is 3 évvel ezelőtt, úgyhogy egyelőre nem volt sikeres a portugál csapat a finálékban, legalábbis nemzetközi szinten. Most ezt a békjót is letépnék magukról. BB mondja magáét. Joel blokja után szöglet lesz majd. Daniel. Debrecenben az EB döntőn mindent végleg lerendező gólt. Jól emlékszem, a 4. spanyol találatot ő szerezte. Ez lett 4-2, miután gyorsan felzárkóztak 3-0-ról 3-2-re a portugálok. Aztán már több dobásuk nem volt. Ricardinho. César Paulo, hát ezt hova szánta. Gabriel. És ilyen ellenfélhez érkezett a passz. Schumacher. 7 perc még hátra az első fél időből. 1-1-re áll a döntő. Szabálytalanság megint. Volt éppen szép, talán még egy lapot is el lehetne érte képzelni. Daniel a vétkes. Bum, nagyon csúnya szabálytalanság. Ezer Paulót azért nem kell ápolni, elég hamar fel tud tápászkodni saját erejéből is. Joel Queiroz következik. Most ő gurítja le, és a lövés. Ricardinho. Hát ez nem az a kombináció volt, viszont hibáznak a benficisták. Ott volt Torres egy pillanatra teljesen elő egyedül gólhelyzetben, BB-ről lejön a cipő.
azért megállították. Egyelőre nagyszerű hétvégéje van a Benfica csapatának. A futszálosok ugye gálával jutottak a döntőbe. Pénteken, szombaton a futballcsapat 5-0-ra nyerte bajnokiát a Liga Ságresben az Olyanenze ellen. Oscar Cardozo mesterhármasának is köszönhetően, így továbbra is utcahosszal vezeti 6 ponttal a portugál bajnokságot. Már-már bajnok csapatnak tekinthető Jorge Jesus együttese. Most a futszálosok az Európa kupával tehetik fel a koronát a hétvégére. De majd nem gólt kapnak közben. Torres lövése ment mellé. Joel. Betao is szabálytalan. Gyűlnek most már a strigulák az interjú neve mellett. Ha minden igaz, a harmadik vagy a negyedik szabálytalanságuk volt. Mindjárt idegesebb a parti. Az interjú azért arra is talán rájátszhat, hogy a Benficát kihozza a sodrából. Egyrészt a portugálok hajlamosak erre, másrésztről pedig rutintalanabbak az ilyen döntőkben. Ezt még azért hasznukra fordíthatják a spanyol fiúk. Na nézzük az újabb szabadrúgást. Joel. Most egyedül. Internet tanulsága szerint 3 csapat személynél jár a spanyol csapat. 2-nél a Benfica. Ricardinho. Bebének kell menni érte. Így van, 3-2 a szabálytalanságok száma. Elég messze azért mind a két oldalon a kis büntető még. Schumacher felé. Óriási fügykoncert. Először fütyülik ki, hogy Isten igazából a Benfica tábora az ellenfelek. Szabálytalanság ez is. Betao nagyot dobott magán, ám a jelek szerint Davi segítette hozzá az eséshez. Ah, dehogy is. Ez óriási műesés. Nagyon előadta a São Paulo-i brazil. Benfica tábor egyik jobbára a saját csapata biztatásával volt elfoglalva. Az elmúlt akciónál már végig fütyülték az interjút. Torres. Betao. Behorpasztaná a Benfica védelmét középen, de ez most nem olyan egyszerű feladat. Daviban emberére talált. Két brazil jó kis fizikális csatát vívott a 6-os vonalának környékén. Oldalról jöhet az interjú. Talán először irányítja, hogy Isten igazából a játékot a zöldmezes együttes ezen a mérkőzésen. Most már jó másfél-két perce, csak ők támadnak. Jön új ember a portugálokhoz, Gonçalo Alves vetkőzött neki. Kap még néhány utasítást André Limától. Bébé véd, Davi. Nagyon kellett figyelni erre az oldalberúgásra. Az ilyen apró kis játékelemeket szenzációsan használja fel céljai érdekében az interjú bumeráng. Schumacher. Torres. Torres, Bébé. Remek védés. Nem volt sok dolga eddig az első fél időben a portugál válogatott kapusnak, de amikor volt, akkor elég nagy bravúrra volt szükség, mint itt is. Közben már meglódul Ricardinho, 3 védő gyűrűjében. Nem volt esélye. Torres. Visszapattan rá a labda, és egy újabb szabálytalanság. Betao már kezd besokalni. Nekiugranak a brazil óriásnak a portugálok, és azt hiszem, hogy most joggal reklamálnak. Lapot, villanis a sárga.
Ez már sok volt a jóból. Betau ámok futást rendez a pályán. Kihasználva háromajtós szekrény méreteit, meg hihetetlen fizikumát. Ezzel a könyökössel azt hiszem túl is lőtt a célon, azért még egy kiállítást is el lehetett volna képzelni. Nagyon úgy tűnt, hogy a szándékos mozdulat volt még a végén. Mint a mi se történt volna. Betau Davidan emberére akadt, és ez nem ízlik neki. Látszik a tevékenységén. Joel. Pedro Costa újra a pályán. Viszonylag keveset játszik a mai meccsen egyelőre a csapatkapitány a Benficában. Davi sokkal többet tölt a pályán a helyén. Valószínűleg azért, mert Pedro Costa jóval kisebb termetű játékos, és nem tudná féken tartani Betaut. Davinak ez jobban megy. Luis Amado. Jó indítás, és a fejes. Torrász. Ez most már nem a portugálokon múlott. Nagyon elnézte a helyezkedés Joel, Bebé is a rokonok elé jön. Könnyen vezethetne újra az interjú. Arnaldo. Ő is elég régen volt a pályán. Gonçalo Alves is bekerült. Ricardinho. Arnaldo. Marquinho szorongatja. Arnaldo Márkint. Elég feszült az álomdöntő. Most nagyon figyelnek a csapatok a fegyelemre, ezért kevés a gól és elég kevés a helyzet is. Most viszont itt van egy Ricardinho. Picit maga mögé kapta a labdát a végén. Gonçalo Alves. És mire maga elé szelidítette, simogatta, addigra már beérték. Borja szerelt a végén. Ricardinho. Paulo César. Fejbe lövi Luis Amadót. Nem sok hiányzott a Benfica gólhoz. Remek szerelés. Gonçalo Alves. Itt van még egyszer az iménti helyzet. Ha hamarabb térdelle egy pillanattal Luis Amado, akkor a feje fölött elsuhan a labda. 4 percen belül az első fél időben. Nagyon kiélezett, szoros mérkőzés. Lehetetlenség jósolni. Neto. Torrász. André Lima mutogat az oldalvonal mellől, hogy hogy kellene tolódnia a csapatának. Marquinho. Röviden teszi vissza, ott van Ricardinho. Egy cselért eladta a helyzetet. Jelenleg fejes viszont. Micsoda megoldás volt. Gonçalo Alves szereplése azt hiszem némileg meglepte a spanyolokat, mióta bejött már 2 helyzete is volt. Az elődöntőben egy pillanatnyit nem töltött a pályán. Most pedig nagyon veszélyesen és jól avatkozott játékba. Rá nem nagyon számított az interjú. Legalábbis én magam így érzem. Ricardinho technikai hiba. Már azt kereste, hogy hol vannak a többiek. Nem is nézte a labdát, úgy érezte, hogy érzésből is át tudja venni. Valószínűsítem, hogy át is tudja egyébként. De ez most nem az a pillanat volt. Marquinho kéri el. Nézd el dönteni most, hogy kicsalogatja ellenfelét az interjú, avagy kitámad a Benfica. Ricardinho nagyon szép pozíciófogás. Arnaldo. Ricardinho köténypassz. Gonçalo Alves. Jöhet a szöglet. Nem César Paulo volt, elnézést.
Ricardinho. Egy kis tánc a labdával, Ricardinho. Hátra szorítják. Nagyon jó védekezés vele szemben. Torres. Arnaldo. Ez nem. Ricardinho tánca még egyszer. Jön a kapus, Bebé. Visszamádó lábbal is fantasztikus dolgokra képes. Elődöntőben az a drop gól a saját hatosán belülről. Úgyhogy a labda csak az ellenfél kapujában pattant le. 40 méterről. Nem egyszerű mutatvány. Nem sikerül bent tartani. Elég sűrűn állnak most egymás mellé a játékosok, megpróbálják átívelni a pályát a kapusok. Nagyon csúnya szabálytalanság, ez is megír egy sárgát. Davi legyalulta, letaglózta az ellenfelet. Megy is gyorsan le a padra. Kicsit, nem is Davi, Cesar Paolo, elnézést. Kicsit felforta feje. Úgyhogy Lima gyorsan leültette, hogy higgadjon le. Ortiz túlélte a támadást, jöhet a szabadrúgás, Bebé, és a kipattanót takarítják el. Nagyon fontos megmozdulás volt, megint Gonzalo Alves. Egyelőre ő a, mondjuk így X-faktor a mérkőzésen, aki a meglepetést hozza az egyik csapatból. Meglepetés, jó teljesítmény. 4-4 szabálytalanság, kettőt még ki kéne harcolni a kis büntetőhöz. Daniel nem töltött sokat a pályán, bár ő általában azért a meccsek döntő szakaszában szokott komoly szerepet kapni, úgyhogy azon csodálkoznék, hogyha mondjuk az utolsó 3-4 percben majd a második fél idő vége felé nem lenne ott a parketten. Begurult a labda. Bal szerencsés volt most a Benfica. Akkurátus ember. Játékvezető mindenre figyel. Luis Amado. Megint Gonzalo Alves. Egy gólt lőtt 5 meccsen az idei futszál UEFA kupában Gonzalo Alves. Összesen viszont azért 24 meccset már lejátszott a sorozatban. Úgyhogy nem rutintalan játékos. De az, hogy ilyen sokat tölt a pályán, ez talán tényleg meglepő. Az, hogy ilyen jól játszik, az kevésbé. Játékvezetők sürgetik egy picit most már Bebét. Ne vacakoljon addig a kigurítással, Ricardinho. Eladja a labdát, és ebből baj lehet. Ott a lövés, Bebé! Neto kísérletét. Gólba tartott pedig. Egy percen belül az első fél időben. Daniel, kapura. Daniel nagyon pimasz. Végtelenül ravasz játékos. Bebé megint. Most nagyon beszorul a Benfica, és mivel folyamatosan megszakad a játék, alig telik az idő. A közönség érzi, hogy kell egy kis segítség még a szünet előtt a csapatnak.
kijön a szorításból. Marquinho teszi vissza a labdát. Daniel. Luis Amado. Itt sem támadják igazán, mert tudják, hogy lábbal mennyire jó. Micsoda labda átvétel volt. Joel megint elég könnyelműen védekezett Ortizzal szemben. Ricardinho viszont elmegy. Nagy szerelés. Daniel. Luis Amado. Most érdemes volt megtámadni, Arnaldo harcol ki egy szögletet. Joel. Már kívül a vonalon. Kicsit úgy érzem, hogy amikor igazán akarja, akkor az interjú kezébe tudja venni a mérkőzés irányítását. Ennek ellenére André Lima csapata az első félidő nagyobbik részében támadott. Többet töltött az ellenfél térfelén, és talán több helyzete is volt. Az pedig szinte biztos, hogy a varázslatos megoldásokat inkább a Benficától látjuk. De valóban elég keveset. Időkérés még 10 másodperccel a félidő letelte előtt. Azt hiszem, hogy a vendégek, a spanyolok kértek időt. Igen, hallhatjuk is a mesterüket. Rodrigo Candelas egyszer már szédületes sikereket ért el az Interjú Bumerang együttesével, aztán ott hagyta a csapatot, majd visszatért 2008 nyarán. Most októberben, 2008 nyarán hagyta ott. Úgyhogy hiányzott neki nagyon a csapat légköre és a folyamatos sikerek. Amikor oda került, akkor ötször egymás után spanyol bajnoki cím, spanyol kupa, négyszer spanyol szuperkupa, két UEFA futsal kupa, szóval amiben elindultak, gyakorlatilag nyertek. Csodálatos együttműködés volt. A Benfica szurkolók, ők azonban most azt szeretnék, az interjú itt elbukna. De hát egyelőre még egy-egy, ráadásul a spanyolok végezhetnek el oldalberúgást. Ortiz, micsoda játék volt, hát ezt beszélték meg az időkérésnél. Schumacher kis hián gólt szerzett. Elcsalták a védőket onnan. Ricardinho, hagyja már lecsorogni ezt a néhány másodpercet a Benfica. Hiába szerzett korán vezetést az Interjú Bumerang együttese egy nagyszerű egyéni teljesítmény után. Marquinhos góljával. Joel Queiroz egyenlített egy szabadrúgás kombinációt követően, és egy elég feszült, nagyon taktikus döntőben, így a szünetben. Interjú Benfica 1-1. Innen folytatjuk majd. Ebben a meccsben még a világon minden benne van. Akár a büntetők is. Hatalmas izgalmak várnak rá. Egy egyes döntetlenről indul tehát a második félidő, a Benfica kezdi ezt a 20 percet az UEFA futsal kupa döntőjén. A kezdő sorával a pályán mind a két csapat, Ricardinhoék tehát a portugáloknál, és Schumacherék a spanyoloknál. A hangulat továbbra is varázslatos. A sportcsarnokban most már visszatértek a büféből is a szurkolók. És valahogy előnybe akarják kiabálni a Benficát. Szorít a nyakkendő André Limának.
Lehet, hogy legszívesebben még beszállna a 40 esztendős mester. 2 éve még maga is játszott. Betao tette ki, ebből viszont lehet majd menni. Davi és fönnakad. Luis Amado. Schumacher kérné itt a túloldalon, Betao pozícióban. Ricardinho kiváló védekezése. Óriási figura. Muszakállas fiú. Schumacher. Betáónak 2 ember már sok. Davi tartja szépen a labdát. Schumacher. Davi kiváló védekezése. Betáóval szemben kulcs fontosságú ezen a mérkőzésen. Szinte helyzet nélkül egyelőre. A rendkívül veszélyes brazil center. Joel csak ugrál. Ő nincs a csapatban a második félidő elején. Arnaldo viszont igen. Ricardinho-nak tette tovább a labdát. Egy kis varázslat következik. Gabriel nagyon figyel. Arnaldo, Ricardinho, Paulo César, szöglet. Az elitkör kezdetétől rengeteget fejlődtünk, mondta André Lima. A Benfica csapatáról gyönyörűen hátra tett labda, micsoda gól! Arnaldo! Azt a mindenségét neki, egy káprázatos figura a sarokrúgás után. És Arnaldo lendületből érkezve bevágja a bal fölsőbe. Itt kérje Ricardinho, hátra sarkalja és embertelen nagy lövés. Erre nem számított még Schumacher sem. Arnaldo 8. gólja a sorozatban, és a 30. pályafutása során a futsal BL-jében vezet a Benfica együttese a döntőben. A Luparense ellen pénteken is félelmetesen kezdték a benficisták a második félidőt. Pillanatok alatt berámoltak 2 gólt, és azzal már 5-2 volt az előnyük, kényszerhelyzetbe hozva az ellenfelet. Hát most is megvan a vezetés, és ezzel extázisban a csarnok. Ha ez a közönség még erőt ad a Benficának, nyerő helyzetbe kerülhetnek a portugálok. Jut el Arnaldoig most. Nagyszerű védekezés. 2 támadó, 3 védő. Paulo César teszi oldalra, Ricardinho. Inkább lassítani kell, Ricardinho kiemeli. Arnaldo. Schumacher. Nem ismert könyörületet, Arnaldo is használja a könyökét. Szép játék. Keményedik a harc. A játékvezetők pedig ebben nem akarnak beleavatkozni. Joel jön. Mert úgy érzi talán André Lima, hogy most meg lehet fogni az ellenfelet. Na nézzük Joelt. Bal lábbal mellé. Taktikailag, technikailag és pszichésen, valamint fizikálisan is jobbak vagyunk, mint 6 éve, mondta Benfica edzője. Akkor fiatalabb volt a csapat, de még mindig nagyon sikeréhes a társaság. Az önbizalom pedig a tetőfokára hágott a döntőbe jutással. Elemezte csapatát André Lima, és valóban ez most 1-1 visszaköszön a Benfica csodálatos küzdőszellemében és vezetésében. Ricardinho. Joel. Szépen variálták meg Arnaldo. Joel spiccel lőtte el. Joel, aki az első félidőben még egyenlített, már a 12 gólos a sorozatban, és ő a gól király jelölt innentől fogva. Védekezésben is jót nyújtott a Benfica a lassítás alatt hátul.
Rasmussen szöglet. És Torrász. BB. Ricardinho. Pedro Costa. Ad egy kötényt. Ott kint volt egy evező. Hiba. Kicsit megzavarodott az interjú bumerang együttese, még Luis Amado is képes hibázni. Szép csel volt, aztán Davi hozza tovább, Arnaldo ugrik. BB. Hosszan előre, hát a másik kapusig. Luis Amado. Remek kiugratás, Betao szemben a kapuval. Davi. Davi mellett nem sok sikerélménye van Betáónak ezen a meccsen. Schumacher. Betao. Most lefordul, megint Davi. És ráadásul még a Benficáé a labda. Ricardinho. Ez az egy gólos vezetés, azért ez nem előny ebben a játékban. Percek alatt, sőt másodpercek alatt lehet két-három gólt is szerezni. Villámgyors futszálban, rövid volt Ricardinho pazarlabdája. Schumacher, le a sarokba, Torrász. Ez így helyzet, és az egyenlítés. Betao. Bebé talán feleslegesen jött most ki ennyire a kapujából. Ezt már válhatja. A brazil első gólja a mostani sorozatban. Hihetetlen, hogy eddig még nem talált be Betao. Bocsánat, második, hiszen az elődöntőben viszont volt egyet. Sarokkal Pedro Costa lábai között, és lehet, hogy most meg is kaptuk a választ, hogy miért nem Pedro Costa őrzi Betaót. Miért játszik kevesebbet a Benfica kapitánya, és többet Davi. 2-2. A játék képe nem erre utal, de egyenlít az interjú bumerang. A második félidőből eddig eltelt perceket a Benfica uralta egyértelműen a látottak alapján. De egy kihagyás, illetve egy villanás elég. Amado. Amado nem találja igazán a távolságot, rendre hosszúak ezek az indításai. Cesar Paulo. Jól birkózott Cesar Paulo. Övé. Orlando Duarte a spanyol, és Javier Lozano a fordítva, Orlando Duarte a portugál és Javier Lozano a spanyol szövetségi kapitány. Joel. Marquinhos. Középre pattan a labda, szerencséje volt most az interjú csapatának ennél a helyzetnél. Hogy nem megszerezhette volna a vezetést a spanyol együttes. Végül épp csak ki tudta piszkálni Arnaldo. Jó lövés! Schumacher Borhától kapta a lekínált labdát. Most kapom az információt a neurosportos kollégáktól, hogy 9000 fölött a hivatalos nézőszám. És tehát csordultig telt ház a 12.000-es stadionban, de így is rekord Portugáliában. 9000 szurkoló egy futszál meccsen. Sőt, a futszálkupa történetében is.
Nincs fal. Luis Amado. Van viszont indítás, de rossz. Hát a jobb játékot, a szemre tetszetősebb játékot a Benfica játsza, de nagyon kevés elég az interjúnak. Ők viszont hihetetlenül hatékonyak, és éppen azért sikeresek és eredményesek. Ricardinho. Davi. Elegánsan emeli előre Joel. Nem történt semmi. Schumacher. Borja. Neto tovább. Marquinho. Jó volt az elzárás, Marquinho meglódul. Ebből lehet baj. Marquinho keresztbe, Ricardinho. Joel. Jó volt az ütemcsel. És meg is szerzi a labdát a Benfica. Ez nem, ez műesés. Sárga lapot fog kapni a portugál. Nagyon rossz ütemű hasraesést mutatott be César Paulo. Ez ebben a játékban sem dívik. Tovább is lép, és utána esik el látványos mozdulattal. Gyenge kísérlet. Daniel. Megvan a labdaszerzés, ez viszont már szabálytalan Paulóval szemben. Egymásnak is ugranak a felek. Pattanásig feszült idegek mind a két oldalon. Ráadásul latin vér mind a két csapat játékosaiban. Nem kell sok, hogy fortyogjanak az indulatok. Pedig egy ilyen meccsen, egy kiélezett végjátékban az lehet a nyerő, aki higgadtabb, nyugodtabb tud maradni. És ez az, amiben nagyon nagy, mind az interjú bumeráng, mind pedig a spanyol csapatok többsége. Ricardinho tánc. Tánciskolát is nyithatna. Csupán egy-egy szabálytalansága szünet óta. Joel behátrál, hogy nagyot rúgjon. Nagyot rúg, Luis Amado. Azért nyúlnia kellett érte. Kemény bomba volt. Ott a kibattanó, nincs gól! Megint egy pontrúgás utáni figura. Veszélyes a Benficánál, és közben ott van Daniel. Helyzet az egyik, majd helyzet a másik oldalon, vagy 8 másodperc leforgás alatt. Nagyon jók ezek a szögletvariációk a Benficától. Ugye mind a két góljukat rögzített helyzet után szerezték. Joel ezt most kihagyta. Ricardinho. Arnaldo. Szép a labda átvétel, Joel keresztbe, Ricardinho kap egy hatalmasat. Már kint volt a labda, amikor szabálytalankodnak vele szemben, de nem nagyon lehet vitatni, hogy buktatták. Ortiz találta el Ricardinho lábát. Mindenféle piócaként szívja a portugál karmester vérét. Arnaldo. Bebé.
Joel felé lepattan a labda, és Luis Amado! Elképesztő! Aztán ott egy portugál a szabálytalan. A lendületből becsúszó Arnaldo. Hogy lehetett ezt kivédeni? Földön ül Luis Amado, és így is képes egy elképesztő bravúrra. Pedig nem rúgta azt meg rosszul Joel Queiroz. Marad a 2-2. Újabb szabálytalanság. Most azért már strigulázni kell rendesen. Daniel. Ricardinho. Joel. Ricardinho nem tudja visszatenni, de bűvészkedik egy sort, aztán megveri az emberét. Joel, nincs gól most sem. Luis Amado, hihetetlen. Bolondot csinál már, bocsánat, Ricardinho. A komplett zöldmezes védő sorból Joel még lukat is rúg, de ez sem zavarja meg Luis Amadót. Nagyon nagy védés megint. Fantasztikus figura, Arnaldo! Hát mit művel ez a Benfica? De nincs gól. Lejátsza a pályáról ezekben a percekben a Benfica a címvédőt, a sorozat rekord bajnokát, Európa a világ legjobb csapatát. Ám nem vezet a portugál együttes, és ennek azért lehet jelentősége, mert hogyha mondjuk pár perc múlva megszerzi az interjú a vezetést, és azt taktikusan, fegyelmezetten tartja, akkor a végén kényszerhelyzetbe kerül a Benfica, le kell vinni a kapust. Azzal meg láttuk már az elődöntőben is, hogy az interjú tud érvényesülni. Üres kapura. Nagy labda. Daniel. Davi lőtte rá végül, és ezt szedte ki a léc alól Luis Amado. Arnaldo mindenhol ott. Marquinho. Daniel. Joel ront ki az ellenfélre. Óriási fitkoncert, mert mintha csak az órával játszana az interjú. Élvezik most, hogy tartják a labdát. Régen voltak képesek ilyenre Schumacherék. Daniel teszi tovább. Most védekezésre kényszerül immáron percek óta a Benfica együttese. Ortiz a másik oldalra. Neto, Schumacher. Betao szeretne visszajönni. Marquinho is megkapja. Elmegy. Bebé. Okos védekezés. És Marquinho szöglet. Hát ilyen hogy lehet? Hát ez hihetetlen. Ebből hogy lesz szöglet? Átlépi a labdát Bebé, megáll, neki rohan Marquinho. Most vagy kifelé szabadrúgás, vagy befelé, vagy semmi. De hogy nem szöglet, az egészen biztos. Ez egy nagyon furcsa döntés. Ebbé két legyet akart ütni egy csapáson, meg is akarta szerezni a labdát. Na nézzük az interjú sarokrúgását. Győzött az igazság. Davi. Arnaldo. Arnaldo lövés! Azért olyan messziről Luis Amadónak nagyon nehéz gólt rúgni. Örök mozgó Arnaldo, villámlábú. Nagyon jól játszik. Hihetetlen agilisan, nagyon motiváltan. Az egész Benfica fáradhatatlannak tűnnek a fürgek és portugálok. Joel. Luis Amado most már legalább másfél tucat védéssel.
Újra domináns módba kapcsolt a Benfica csapata. Na és nézzük a szögletet. Az előző kettőből gól helyzet lett, sőt az egyikből gól is. Most csak oldalberúgás, de jelentőségét tekintve majdnem, hogy ugyanaz. Schumacher lemegy, hogy Torres jöhessen. Davi. Inkább felszabadított, nincsen veszélyeztetett. Betão. Hosszú idő után jött újra vissza. Torres. Luis Amado. Az utolsó 10 percen belül járunk. Egyelőre nincs döntés. Betão. Bebének van problémája. Miközben a bokáját fájlalja. Elődöntőben is volt egy pillanat, amikor ápoltatta magát Bebé, de az nem bizonyult komolynak, pedig Zé Carlos már elkezdett melegíteni. Nagyon szuper teljesítmény hűtött Bebé az Európa-bajnokságon is, ahol előkerült a lényegi szakaszra, és fantasztikusan védve segítette Portugáliát sikerhez, az ezüstéremhez. Feszülten figyelnek a Benfica szurkolói. Egyelőre játékban felülmúlják a ellenfelet, de eredményben nem tudják. Eusébio is csendes. Jorge Jesus kérdezett tőle valamit. Szédületes hangulat. Ebben egyszer nem lehet rosszul játszani, és a Benfica nem is játszik rosszul, sőt, időként kimondottan szépen, nagyszerűen. De a gólok nem érkeznek igazán. Ricardinho. Le a sarok, Bernardo. Kötény nincs, Torres. Jó védekezés volt. Gabriel. Lehet, hogy a következő gól nagyon nagy jelentőséggel bír. Legalábbis iránymutató lehet a végjáték szempontjából. Ricardinho kapcsolja le. Nagy mentés volt Schumacher elől. Joel. Pedro Costa. Ricardinho. Joel! Egy pillanatra ott maradt. Joel nem játszik most van fergetegesen jól, mint szokott, mint mondjuk az elődöntőben. Persze mindenki úgy játszik, ahogy hagyja az ellenfél. És az ellenfél most nem a Luparenze, Final Four újonc, hanem a háromszoros győztes címvédő interjú. Betão. Luis Amado. Schumachertől elpattan egy kicsit a labda. Davi. Mindenkit megnyugtat, miközben összeszedi. Ricardinho. A Benficáé. Joelle.
Cesar Paolo be. Lemegy Davi is. Gyönyörű lefordulás. Cesar Paolo visszarántják. Hát ha ez nem kiállítás, akkor vajon mi? Sárga csak. Tüntet is a közönség rendesen. Forrászt ki lehetett volna zavarni simán. Teljesen egyértelmű, szándékos módon, mezénél fogva húzta vissza az ellenfelet, aki egy gyönyörű lefordulással túljutott rajta. Cesar Paolo. Talán Gabriel jelenléte mentette meg Torrest a kiállítástól, mert így nem biztos, hogy utolsó védőnek lehetett minősíteni. Nem volt teljesen tiszta gól helyzetben az ellenfél. Ricardinho. Ezúttal elmarad a bravúras lövés. Gonzalo Alves megint a pályán. Emlékezhetünk, hogy ő is első fél időben, ahogy beszállt, rögtön helyzetbe tudott kerülni. Schumacher. Betao, gyönyörű csel, aztán még egy, Betao, csak oldalháló. Lehet, hogy néhányan a szívükhöz kaptak a csarnokban. Gonzalo Alves most jól megforgatta a brazil. Joel, nem sokat pihent. Arnaldo elveszíti a labdát hátul a Benfica, de tudott még javítani. Az örök mozgó hatos. Kapás. Joel lép bele. Luis Amado. Jó a biciklicsel, ott van középen egy ember, bebévéd. Már ült a földön a portugál kapus, de még fel tudott csapni a kezével. Arnaldo. Joel megint lemegy. Gonzalo. Pedro Costa. Fölemeli. Jó indítás. Arnaldo. Bent tartotta még, ám ez elvette az erejét. Luis Amado előre. Jó védekezés. Pedro Costa, aki 6 éve is ott volt, amikor legyőzték bár az interjút a döntő visszavágóján, de nem elég nagy mértékben, hogy a Benficáé legyen a cím. Schumacher. Neto. Luis Amado. Gyönyörű lefordulás. Cesar Paolo kapufa. Nincs szerencséje a Benficának. Mekkora lehetőség volt. Most már mindenki túljutott Cesar Paolo. És ez egy nagyon finom, jó megoldás. De pehje van. Utolsó 6 percen belül. Most már lehet, hogy a fáradtság is kezd majd előjönni. Azért a Benfica talán kevesebb játékos tud olyan hatékonyan forgatni. A kulcsemberek, mint Ricardinho, Arnaldo sokat töltenek a pályán. Joelt is ide lehet venni. Davit is. De egyelőre nem úgy tűnik, mintha fáradnának. Megállás nélkül fáradhatatlanul robotolnak, nyomulnak előre. Ráadásul Ricardinho most fújhat egyet.
Pedro Costa. Arnaldo. A spanyoloké a szabadrúgás, Arnaldo pedig szenved egy sort. Mondjuk meg. Hát először vele szemben szabálytalankodtak, aztán mondjuk látta, hogy ha nem vetődik rá a labdára, akkor elmehet kontrával az interjú. Úgyhogy ez egy nagyon pimasz, rutinos rávetődés. Itt a bal kezét érdemes nézni. Simán elkerülhette volna azt, hogy kézzel ugorjon a labdára. Igaz, a játékvezetőknek meg le kellett volna fújni a vele szemben elkövetett szabálytalanságot. Mégse tették meg. Ennek azért is van jelentősége, mert hogyha itt most Arnaldo ellen elkövetett faltot fújják le, akkor 5-nél járna az interjú. És csak 2-nél a Benfica, így meg 4-3 a szabálytalanságok száma. Ebben az esetben az interjúnak 5,5 percen keresztül nem szabadna szabálytalankodnia. Tudnélik, azzal kis büntetőhöz, 10 méteres büntetőhöz jutna a portugál bajnok. Arnaldo a saját lábán jön le, ráadásul nem is különösebben bicegve. Nem lennék meglepve, hogy hamarosan folytatná. Nagyon mérges. Nem csak az ellenfélre, hanem a játékvezetőre is. Hogy nem fújta le ezt a szabálytalanságot. Daniel. Fontos, hogy az ellenfél tér felén tudjuk tartani a labdát minél tovább, fogalmazott a interjú edzője. Akkor lehetnek nekik problémájuk. Ha a Benfica labdát szerez, akkor rendkívül gyors csapat. Ha a mi térfelünkön teszi ezt meg, akkor komoly gondokat okozhat, mondta még Jesus Candelas, Rodrigo mester. Hát a tervek felét nagyjából meg tudja valósítani a csapat. Nem veszít labdát a saját térfelén. De hogy az ellenfélén tartsa a játékszert és veszélyeztessen, az nagyon ritkán fordul elő. Sokkal inkább a Benfica akarata érvényesül a találkozón, de ez az eredményben nem látszik. Pedro Costa cselezte majdnem át magát. Állandósítanunk kell a kontrollt, és jól menedzselni a szituációkat, hogy a mi akaratunk érvényesüljön. Ez a győzelem módja, fogalmazott még Jesus Candelas. Ezeket abszolút nem tudják megtenni, legfeljebb rövid időkre, időszakokra a mérkőzésen a spanyolok. A játék képe alapján simán vezethetne 2-3 góllal is a Benfica, de döntetlen. És abszolút benne van a pakliban, hogy egyszer kihagynak a portugál védők, egyet elhibáznak, egy labda lecsorog, és arra lecsap az interjú bumeráng, a zöld masina, a zöld gépezet. Ricardinho. Debé. Most már szabadulni kell tőle, David már nem cifrázhatta tovább. Nagyon nagy volt a távolság a támadók és a védők között. Messzire előre mentek a piros-fehérek. Daniel csinálja a helyet, Torres, Daniel. Neto és Luis Amado simán bevehetik mindig ezekbe a passzjátékokba a kapust is. Annyira biztos lábbal. Valószínűleg megállná a helyét mezőnyjátékosként is Luis Amado, hanem is lenne mondjuk világklasszis egy olyan poszton. De jó játékos lenne, az biztos. Carlos César kéri a szurkolást, Betao most nem tudott befordulni. Hát igen, ha Davi van mögötte, nem olyan egyszerű. Ricardinho visszatáncol. Gonzalo Alves. Ricardinho előre. Jó a légstopp. És ott az újabb emelés. Ez sem gól. César Paulónak nem akar összejönni. Betao. Ő viszont leteszi. Micsoda mentés. Gonzalo Alvesért vissza.
És még ráadásul Torres késői belépőjéért elégtételt vesznek a portugálok. Tudnélik, miután Gonçalo elrúgta a labdát, Torres még jól megtaposta őt. Itt Paulo helyzete. Három húsz. A Benfica sasa. A címer állat. A becenév. Minden hazai mérkőzés előtt elengedik a Lusz stadionban. A futball találkozók előtt. Sőt, a szünetben is hatalmas kört repül, fokozva a hangulatot. Most a csarnokba is behozták. Mert nagy sikerül előtt áll a klub nemzetközi szinten. Joel felé a tovább emelt labda. Nem lesz belőle baj. Három percen belül. Eléggé elképzelés nélküli az interjú játéka, de így is bármikor benne van a gól. Ricardinho. Visszajött a legerősebb, vagy az ezen a meccsen talán legjobban játszó Benfica négyes. Ricardinho, Joel, Davi és Gonçalo Alves. Arnaldót lehet talán csak hiányolni a maiak közül. Arnaldo itt biztat. Joel labdát szerez közben. Még rosszul váltottak. Most Torres. Na, két és fél perc, hogy döntésre vigyék, vagy jön az extra játékidő. Gonçalo. Ricardinho. Joelt megtámasztják egy picikét. Luis Amado. Hát itt most az utolsó 6-8 percben nincs szép foci. Mindenki mindent megtesz azért, hogy elkerülje a gólt. Ez a jelszó, de nagyrészt döntőre is ez volt a jellemző. Az interjú hozzáállására feltétlen, a Benficáért a döntő nagy részében kevésbé, de azért ők is nagyon-nagyon-nagyon odafigyeltek hátul. Nehogy baj legyen. Négy gól mindössze, ez ebben a játékban elég kevés. Most viszont majdnem ott az ötödik. Schumacher. Hát mennyi kell az interjúnak? Egy jó kidobás. A center megtartja a labdát, lekészíti Betao, és a másik brazil kis hián eldönti a finálét. Mert könnyen lehet, hogy egy gól itt már eldöntene mindent. Persze az is lehet, hogy semmi. Joel. Visszapattant rá a labda? Nem. Bébé. Ricardinho. Arnaldo küszködik. Gabriel kizárja. Luis Amado. Betao. Ezek nem hiszem, hogy annyira veszélyesek, mint amilyennek látszanak. Ezek az előre hajintott labdák. Arnaldo. Ricardinho. De fékez, de hogyan? Aztán egy kis tánc. Davi. Meg akarja őrjíteni az ellenfelet Ricardinho. Lehet, hogy saját edzőjét is megőrjíti. Davi jön. Róla ment ki. Ilyen pillanatokban, egy BL döntő végén, az utolsó perc kapujában, utolsó emberként itt cselezgetni, trükközgetni. De hát ő Ricardinho. Nem csinálnák, hanem is ő lenne. Joel, labdát szerez a Benfica. Ott a keresztpassz hosszú. Ricardinho kér elnézést, hogy nem szalad gyorsabban. Labdaszerzés megint.
Joelnél marad. Schumacher kijavítja a saját hibáját. Az utolsó percen belül vagyunk. Alig, ha nem egy gól, most már mindent eldöntene. De lesz-e gól, avagy a hosszabbítás jön. Neto. Davivel szemben. BB megint megállítja a játékot újabb ápolásért. Marquinho is a pályán. Ő is a nagy pillanatok embere. A Dinamo Moszkva elleni finálét 4 éve ő döntötte el, ha jól emlékszem. Korábbi ütközés eredménye lehet még ez a fájdalom. Ugyanaz a boka fáj megint BB-nek. Lehet, hogy csak akart még néhány másodperc pihenőt adni a csapattársainak az utolsó nagy rohamok előtt. Pár éve Európa-bajnokságot rendeztek a portugálok 2007-ben. Akkor a spanyolok ütötték el őket a döntőtől. Ugye labdarúgó Európa-bajnokságot is rendeztek, akkor a döntőben buktak el a görögökkel szemben. Most újra rendezőként, újra nagyon közel egy nagy sikerhez, és újra egy spanyol rivális. Nem nagyon szokott bejönni a rendezés a portugál csapatoknak. De talán most a Benfica megtöri az átkot. BB, ügyel bajjal, aztán előre indul vele. Ricardinho, jó passz keresztbe. Arnaldo, megállítják. Folyamatosan szövegelnek a játékosok a játékvezetőknek. Nem szép dolog. Ricardinho. Ajajajaj, magát is kicselezte. Ott van Marquinho, ő is nagy cselművész. Feltartják, 14 másodperccel a vége előtt szabadrúgás az interjú javára. Davi volt a szabálytalan, de már nagyon más nem tehetett. Pontosan tudta, hogy mit csinál, miért fekszik elé az ellenfélnek. Ha elengedte volna, még nagyobba is lehetett volna belőle. 4-4 a szabálytalanságok száma. Ebben sincs döntés. Neto a labda mögött. BB! Nagyot kellett védeni. Nyugtat mindenkit. A lobbanékony fiú. Ez bizony bravúr volt a javából. Hát lehet, hogy mellé ment volna egyéb iránt. De így a biztos BB megint. A végén kapaszkodik a Benfica rendesen. Inkább az interjú a veszélyes. 4 másodperc hátra a mérkőzésből. Nincs kidobás. És nem lesz már semmi más sem. 2-2-vel ér véget a rendes játékidő, 2x20 perce, nincs döntés az UEFA Futsal Kupa döntőjén. Két éve a Jekaterinburg-Murcia mérkőzésen volt hosszabbítás eddig csupán a finálék közül. Akkor Moszkvában 4-4-es döntetlen született, és a hosszabbításban az oroszok, a Jekaterinburg nyert büntetők után a Murcia ellen. Most is a házigazda és egy spanyol csapat végzett döntetlenre. De ez még korán sem garantálja, hogy a portugálok lesznek a befutók. 2-2 tehát a végén, és jön az extra 10 perc. The Daily Surf Report. JP's on another epic journey.
Na, a szurkolók csak most kezdik a hosszabbítást. Joel. Arnaldo. Ricardinho. David. Rengeteg energiát elvesz, hogy tartsa a csapat a labdát, de mégis úgy tűnik, hogy képtelen elfáradni a Benfica együttese, pedig kevesebb embert forgatnak, mint az ellenfél. Betao hátrál. Ricardinho, Betao nincs még kint, Betao! Még egy spanyol helyzet. Nagyot lökött Betáon Ricardinho, másról már nem volt képes az óriással szemben. Talán Ricardinho látszanak a bizonytalanságoknál, a hibáknál, a labdavesztéseknél a fáradtság jelei. A fejben kezdene fáradni. Először mindig a fej fárad. Aztán következik a többi. Ricardinho, Arnaldo, Davi. Joel még ebben a Benfica sorban. Másik oldalon Gabriel, Schumacher, Betao és Torres. Újra a kezdősorok vágtak neki a hosszabbításnak is. Ricardinho. Joel bent tartja. Ennél többet ebből nem lehetett kihozni. Ricardinho, Arnaldo. Benfica még nem volt veszélyes a hosszabbításban. Joel, ő viszont lehetne, de nem tud. Talán még szűkebben, még jobban zárnak a védelmek, különösen az interjújé, mint korábban. Ricardinho egy jó kis lövéssel azért meg tudta kínálni Luis Amadót. Megint ő, Arnaldo, bal lábán. És jó volt Torres szerelése, és itt van még az imént Ricardinho. Nagyon trükkös, középre néz, hogy hova passzoljon, majd kapura zúdítja a labdát. Szenzációsan védekezik az interjú. Bibi. Pedro Costa. Ricardinho. Joel. Húha, ez egy rossz passz. Betao lábán, Bibi. És megvan a kipattanó. Joelig nem jut el. Az ismétlés sem. Hosszabbításban viszont sokkal veszélyesebb az interjú bumeráng. Schumacher. A bronzmeccset büntetők döntötték el. 2-2 után, és lehet, hogy most is ez lesz. Nem! 2-2 már biztos, hogy nem lesz a hosszabbítás végén. Davi fantasztikus egyéni mutatványa. Hogy csinálta ezt? A védő vonalból kilépve szerez labdát, átvezeti a felező vonalon, átveszi a bal lábára, és piccel kegyetlenül kapufásan bevágja. A védő, a 30 esztendős brazil Davi a gólszerző. 7. gólja az idei sorozatban, a 8. meccsén. És újra vezet a Benfica, de Betao már helyzetben. Hú, mekkorát kellett védekezni. Az első vezetését összesen 3 percig tudta megőrizni, még addig sem a portugál együttes. Úgyhogy most nagyon figyelni kell. A közönség minden esetre mögöttük áll.
Idős, fiatal. Mindenki vért izzad a Benficáért. Lehet ünnepelni, de ez még csak apró rész siker, hogy megúzták ezt a szögletet. Jesús Candelas. Egyre feszültebb. Érzi, hogy nehéz ezzel a Benficával. Még tartani a labdát bármikor képes lehet. Ez lesz majd a kérdés, hogy mikor szánja el a hosszabbítás hátralévő. Mennyi van még hátra? 6,5 perce alatt magát, hogy levigye a kapusát. Davi. Sokat várt. Gabriel. Nem történt szabálytalanság. 2-1 Ricardinhoék. Leadja Ricardinho, és nincs benn. César Paulu. Belekapott még Luis Amado, ezt reklamálták Ricardinhoék, hogy miért nem szöglet. És joggal reklamálták. Schumacher. André Lima is az oldalvonal mellett ott mondja magáét a bírónak. Betao tenné ki a labdát. Megint megvan a labdaszerzés, ott a keresztpassz. Ricardinho jön, éles szög. Luis Amado. Most már úgy védett, hogy ezt mindenki látta, hogy védés volt, vagyis jön a szöglet. A Benfica kontrái, ahogy azt mondta mindenki a spanyol oldalon, is életveszélyesek labdaszerzés után. Villámgyors csapat a portugál. És így, hogy vezet, játszhatja is ezt a játékát. Schumacher lemegy, Daniel bejön a spanyoloknál. Pedro Costa sétál ki. Egy jó szöglet variáció most nagyon sokat érhet. Luis Amado. Elcsendesedett egy pillanatra minden. Nem jó. Pedro Costa rontott el. Viszont visszaszerzik a portugálok. Ricardinho. Ricardinho! Kapufa ez is! Hát elképesztő! Nem igaz! Fortuna tenyeré hordozza Luis Amadót és az interjú bumerángot. Hány, de hány őrült helyzetet úsztak meg. Milyen megoldás ez is. Gólt érdemelt volna. Talán utoljára Eusébióék nagy sikereinek, meggyőzelmeinek örültek így a Benfica szurkolók. Mint most. Nincs még kint a labda. Ortiz, Ricardinho ütközik vele. Nagyon kemény a hosszabbítás, és nem fújnak szabálytalanságot a játékvezetők, a test-test elleni játékot hagyják. Joel! Már csak 8 másodperc az első ötből. Mármint az első 5 percből a ráadásban. Lesz-e még lövés? Ha lesz, akkor 1 másodpercük van rá, és mivel a Benficáé a labda, valószínűsíthető, hogy nem lesz. André Lima együttese 5 percre. A portugál futszál. És a Benfica legnagyobb sikerétől. Ez volt tehát a hosszabbítás első félideje. Davi góljával megszerezte a vezetést a Benfica, és nem mondhatjuk, hogy ez nem megérdemelt. Összességében a meccsen látottak alapján. Átköltöznek a másik kis padra a csapatok, és már is kezdődik a második 5 perc. Szurkolók is kifújhatják magukat. Portugáliában még csak este 8:30, úgyhogy nem csoda, hogy a legkisebbek sincsenek ágyban.
mert a legnagyobbak sikeréért szorítanak. Ricardinho, ő maga a tűz. És ők is. Második 5 percet a Benfica kezdi. Nem indult el az óra, valószínűleg az a gond. Rögtön megállították a játékvezetők. Na, mi történt? Pénteken az elődöntők során is volt vele gond. Nem cicózik a vendég együttes. Levitték a kapust, és bejött valaki megkülönböztető mezben az Interjú Bumeráng csapatában. Már most 5 perccel a vége előtt elkezdik az emberelőnyös játékot a spanyolok. Ezt az utolsó 2-3 percben szokták Isten igazából elővenni egy gólos hátrányban a csapatok, de most nincs idő addig várni, gondolja Jesús Candelas. A Benfica Szent Sasa. Na, így megy tovább, beszokik a csarnokba. Azért megszokta már a Lu stadion közönségét, talán nem is érzi otthon magát, hogyha nem tombolnak körülötte néhány ezren. Elég barátságosan viselkedik ott, pedig viszonylag zavaróak a körülmények. Na most nem engedték el. Hihetetlen a hangulat. Nagyon sötét éveken van túl a Benfica klubja. Volt egy jó 10 év, amik komoly pénzügyi gondokkal küzdöttek. Aztán volt egy hasonló hosszú időszak, amik nem nyertek semmit, bajnokságot, és több mint egy évtizedig képtelenek voltak nyerni Portugáliában. Most meg lehet. A labdarúgó klubnak is a bajnoki cím. Ráadásul az Európa Ligában igen jól meneteltek, sokáig 8 között voltak a futballisták, a futszálosok pedig szállíthatnak egy példátlan sikert. Már nincs messze, de levitte a kapust a címvédő Interjú Bumeráng. Neto megkülönböztetett mezben, és ebben a játékban nagyon jó a spanyol csapat. A Benfica tegnap előtt a Luperenzétől ilyen szituációban, tehát hátrányban 2 gólt kapott, viszont rúgott is 3-at. Tehát végül is nem jött ki belőle rosszul. Neto, egyelőre nincs helyzet sem. Torres vissza. Daniel átlépi a labdát. Schumacher, Neto át a másik oldalra, le a sarokba, és ott a belépő. Bébé pedig kigurítja, üres kapura lehetne támadni. A labdabirtoklás többet ér, gondolják a portugálok. Joel. Azt gondolom, Luis Amado nem tudott közben visszajönni. Úgyhogy Neto áll az Interjú kapujában. Ha eljutnak helyzetig, lövésig a Benfica játékosai, azzal sokra mehetnek, de most meg lehet a kapus csere. Ezekben a pillanatokban nagyon sokat ér a labdabirtoklás. Valószínűleg Jesús Candelas is így gondolkodott, hogy nem lehet kivárni az utolsó 2 percig a kapus lehozatallal, mert a Benfica képes az utolsó 2 percből egyben birtokolni a labdát, és 1 perc alatt meg nem biztos, hogy ki tudják használni ezt az emberfölényt. Ideje minél korábban elkezdeni, hogy a Benficának nagyon sok ideje legyen ölni az időt azzal, hogy járatja a labdát. Neto. Megint bent van akkora vészkapus. És megint beszorítják a Benficát. Joel védekezik keményen. Arnaldo emberfelettit nyújt. Pedro Costa ugyancsak, és Ricardinho még bent. Ez
hokis nyelven szólva a Benfica ember hátrányos sora. Schumacher. Ide is sikerül belelépni. Pedro Costa ünnepelteti magát. Ezeknek a szurkolóknak pedig nem kell már tüzelés. Neto. Schumacher. Valaki ott hátul lopakodik. A zöldmezesek közül nem lehet bejátszani középre. Neto. Schumacher vissza. Daniel kérné a labdát. Nem kapja. Most kapja. Le a sarokba. Schumachert előzik meg. Labdát szerezni nem tud a Benfica, de elrugdossa. Arnaldo. Mint a kettő lenne belőle, mindenhol ott van ezen a meccsen. És Bébé nagyon bölcsen megint kér egy ápolást, hogy fújhassanak a többiek. Hát persze. Mindent bevetnek ezek a csapatok, ezek a fiúk. André Lima, azt mondják, olyan nő a Benficának, mint a futball csapatnak Rui Costa. Egy igazi legenda, aki magasabb szintre, új szintre mozdítja a Benfica futszál szakosztályát. Hát Európa tetejére érhetnek, ennél magasabb szint alig ha van. Ápolás ide vagy oda, a hangerő nem csökken. Pedro Costa most leült. Valaki más jött a helyére. Harcolni és védekezni. Davi, ha jól látom. Ha így marad, Davi lesz a hős. A győztes góljával. Itt van a csapatkapitány. Visszacsere. Általános döbbenetre Bebének semmi baja, és folytatja. Három ápoláson van túl ezen a meccsen, és valahogy mindig a legfontosabb pillanatokban kellett ápolni, amikor a csapatra ráfért a szusszanás, a pihenő. Le a sarokba. Neto Schumacherhez. Joel Queiroz kiront. Schumacher, és elfejeli a labdát. Az interjú Brazília. 2-20 még. Arnaldo. Joel. Pedro Costa. Bébé. Ő előre rúgja. Ricardinho jön, és jön Luis Amado. Kicsúszhat Jesus Candelas és csapata kezei közül az UEFA futszál kupa. Háromszoros győztes az interjú, de címet védeni még nem tudott soha. Az egyetlen egy csapatnak sikerült. Az első két évben, amikor kiírták a sorozatot, a spanyol Playas de Castellón nyert. Kétszer egymás után, mindkétszer a Charleroi csapatát legyőzve a döntőben 2002-2003-ban. Úgy tűnik, hogy most sem fog sikerülni az interjú címvédése, de azért még várjunk vele. Bebé hiba, és van még 111 másodperc a hosszabbításból. Neto. Ott a lövés, Bebé javít. Ricardinho pedig most a legegyszerűbb megoldást választotta. Talán először pályafutása során. Neto. Arnaldo lopakodik. Vissza ugyanoda. Megint sikerült belépni. Ricardinho önkívületi állapotban, de mindegyik benficásra ez elmondható. Schumachert leviszik a spanyolok. Kijön a helyére. Daniel. Na Daniel a nagy hős,
szokott lenni a nagy megmentő az ilyen szituációkban, nagyon érzi az 5-4 elleni játékot. És jött 5-össel Juanra is. Nem sikerül középre tenni, most Davi állta a passz útját. Juanra. Neto. Juanra. Nagy lövés, BB megfogja, akár gólt is rúghat, inkább indít. Neto, ez viszont így hiba volt. Gólhelyzet, és nincs meg. BB hatalmasat véd. Ezzel továbbra is vezet a Benfica, és ez már az utolsó perc. Óriási hiba volt a kapustól, kellett is, hogy javítson. Hasonló szitu volt egyébként, mint amiből Davi megszerezte a vezető. Jelen pillanatban, jelen állás szerint győztes gólt. Le a sarokba, és most középre jött Betao felé. 52 másodperc. Ennyit akár úgy is képes birtokolni a labdát a Benfica, hogy hozzá sem ér az ellenfél. De azért ilyen kiélezett nehéz helyzetben ez nem lesz könnyű. Bebé. Földön Luis Amado. A labda a pirosaké. Pedro Costa átved lett szurkolóvá. Ők is átvedlettek. Ricardinho. A trükknek nem most van itt az ideje. Betao tenné le. Hosszúnak tűnik, hosszú is. Bebé mutatja, hogy ő nem ért hozzá. Torres hozzáér, de már vonalon túl. Úgyhogy a labda a Benficáé. Bizony, nem is kicsit. Bőven kint volt. Neto. Vészkapusként. Most már extra szerepet kell vállalnia Juanra. Daniel. Ricardinho blokkol, nem tud lőni, eladja viszont a labdát. Betao még tovább. Paulo César. És kint van. 18 másodperc. Most már egyértelmű, maximum büntetőkre mentheti az interjú bumeráng. Még egy ápolás kell. Arnaldo begörcsölt. Ez is gyanús azért, de ezt el lehet hinni, amennyit ő dolgozott, robotolt, rohant ezen a mérkőzésen. Joel most a padon, Gonzalo Alves most a padon. Ők már kivédekezték magukat. Karrierünk kulcsmomentumához érkeztünk, fogalmazott Pedro Costa. Korán sem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségünk ezzel a csapattal. Itt a nagy esély a világ legjobb csapata ellen a döntőben. Megmutathatjuk, mire is vagyunk képesek. Hát megmutatták az eddig eltelt közel 50 percben. De a közelt ki lehetett törölni ebből a mondatból. Le a sarokba. Belevetődnek, és Bebé! Egy újabb, nagyon veszélyes helyzet. 9 másodpercet kell már csak túlélni. Jócskán fölé durrant Juanra. Gonzalo Alves már kezdeni az ünneplést, még egy picit korai, Ricardinho tudja ezt. Bebé csak előre haintja. Kint volt, nem is akarták most tartani a labdát a Benfica játékosai, pedig talán az okosabb lett volna, csak hát olyan sokat hibáztak az elmúlt percekben. Talán már ettől féltek André Limájék. Egy másodperc, ott a lövés még, Bebé, és bent van, de mi az ítélet? Az, hogy időn túli, győz a Benfica hosszabbítás után, és története során először megnyeri a futszál bajnokok ligáját, az UEFA futszál kupát. Már a lövés maga is időn túli volt, így gyakorlatilag mindegy, hogy mi történt utána. Hihetetlen portugál siker, André Lima nem győzi a könnyek nélkül. Sikerült levetkőzni azt a bilincset. A libériai félszigeten a kisebbségi érzéssel küzdő portugálok felülkerekedtek a spanyolokon, és végre hazai pályán nyertek egy döntőt.
spanyol riválissal szemben. Hatalmas siker a portugál futsalnak. Csodálatos évük van, az Európa-bajnok ezüst is csúcs szereplés volt. A